Itt az idő, kedves barátaim, itt az idő most vagy soha, és ez már tart egy ideje. Rendkívül energikus időket élünk, egyre mágikusabb a valóság, soha nem látott igazságtalanságok, hazugságok és ostobaságok záporoznak ránk, rossz indulattal átitatott bájvattába csomagolva, és ugyanezzel egy időben, de egy finomabb dimenzióból, óriási varázs lehetőségek, gyógyító erők, bölcsesség, energiák áradnak felénk, amelyek a tiszta, igaz szeretet fényét sugározzák. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. És tényleg ez a kérdés. Átláttunk végre a szitán, vagy hagyjuk magunkat még tovább kábítani? Azoktól, akik már sokszor bebizonyították, hogy egy szavukat sem lehet elhinni, és csak azon munkálkodnak, hogy mi ténylegesen megdögöljünk. Na de kik ők? Hiszen egyik adja a másik kezébe a stafétabotot, és mindegyik ugyanazt csinálja. Az egyik kicsit finomabban, rafináltabban, a másik nyíltabban, arrogánsabban, de ugyanazt művelik. Egyik jön a másik után, és konkrétan szívják a vérünket, és láthatóan ki is lóg a szájukból a szívószál. Eltűnik az egyik alak, de rögtön jön a másik. És mi, naív csorda bélák, újra és újra elhisszük, amit mindegyik újonnan érkező mond, hogy most már tényleg mindjárt jobb lesz, csak még egy kicsit kell várni, mert a csúnya előzők sajnos akkora kárt okoztak, hogy egyelőre még ennek isszuk a levét. Csak ugye mióta él ez a szöveg? Ember emlékezet óta. Én amióta csak figyelek a folyamatokra, mindig azt hallottam az aktuális beszélők szájából, na ez aztán a rabság. A hiszékeny ostobaság ketrecébe zárt, naív, kényelemszerető, engedelmes középszer. Hogy még mindig kívülről várjuk a megoldást. Ezektől. Hogy majd ők megoldják, hogy boldogok legyünk. De hát emberek, ébresztő. Nem az a céljuk, hogy nekünk jobb legyen, a cél, hogy ők uralkodjanak rajtunk. Na de kik? És ez itt a nagy csapda. Mert nem ám a zsidók, vagy a cigányok, vagy a kínaiak, vagy a szlovákok, vagy a románok, vagy a csehek, vagy a németek, vagy az oroszok, vagy az amerikaiak, hanem a hülyeségek. Hát persze, ezeket a hülyeségeket szájak mondják, hol ez mondja, hol az. Hirdetik, súlykolják, tanítják, beültetik a fejünkbe, de az a valaki, aki ezt teszi, az mindig változik. Nem köthető konkrét személyhez, nem köthető konkrét néphez, rasszhoz sem. De ezek a hülyeségek kellenek ahhoz, hogy mi rabok legyünk. Ha ezek a hülyeségek nem volnának, akkor nem is lennénk rabok. Mert ha például nem hinnénk el, hogy okostelefonra van szükségünk, akkor nem vennénk 100 000-ért egyet magunknak. És akkor nem nyomkodnánk naphosszat az érintőképernyőjét, hogy újabbnál újabb színes képek között böngészünk. És akkor maradna időnk intelligens dolgokkal foglalkozni, és egy fokkal már is szabadabbak lennénk. Ha pedig nem hinnénk el, hogy az egyik vagy másik politikai oldal képviseli az igazságot, és a másik, az egyik az igazságtalanságot, akkor nem mennénk ki politikai tüntetésre, és nem ordítanánk reketre a hangunkat, és akkor nem fájna még napokig utána a torkunk. Na, ez is adhatna egy kis szabadságérzés növekedést. És ha nem gondolnánk, hogy az újságban olvasható borzalmas és mocskos híreket el kell olvasnunk, akkor nem lenne egy egész napra tönkre depressziózva a lelkünk, ami szintén növelné a szabadságérzetünket. Ha nem hinnénk el, hogy drága autót kell vennünk, mert attól vagyunk valakik, akkor nem kéne olyan sok milliót megkeresnünk, és akkor nem kéne annyi igazságtalanságot elkövetni más emberek rovására, nem kéne becsapni, kizsigerelni, vagy konkrétan meglopni őket. Így szabadabban fellélegezhetnénk. És ha nem hinnénk el, hogy nekünk egyre több pénz jár, miközben másnak meg egyre kevesebb, akkor nem kéne a természetet se kizsigerelni, nem kéne annyi állatot meggyilkolni, nem kéne szétvegyűt szerezni a földgolyót. És ez szintén megszabadítana minket egy sorbaljós körülménytől. Ha nem hinnénk azt, hogy a feleségünk vagy a férjünk, kinek az, kinek ez, azért létezik, hogy minket boldoggá tegyen, akkor nem is tőle várnánk a boldogságunkat. És akkor nem veszekednénk vele követelőzve, hol ezért, hol azért. És akkor kevesebb lenne a veszekedés az életünkben, ami szintén azt eredményezné, hogy szabadabbnak érezzük magunkat. Nagyon sok a hülyeség, és mind csak arra szolgál, hogy mi rabok legyünk. Ezeket kell nyakon csípnünk ahhoz, hogy szabadok legyünk.
Van egy nagyon jó buddhista mondás. Ne harcolj a sötétség ellen, hanem gyújts gyertyát. Sok sikert kívánok az öngyújtó megtalálásához. Szeretettel, Lár András. Sziasztok! Szeretettel köszöntjük a stúdióban Lár Andrást. Én is szeretettel köszöntök mindnyájtokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél hozzánk. És az apropó, amiért meghívtunk téged, az az, hogy nemrég a Kulturális Kreatívoknak a közösségi oldalaira kitettem egy írásodat, aminek rekordnézettsége volt. Közel 50 ezeren olvasták el. És ennek kapcsán szeretnélek megkérdezni legelőször, hogy mi volt a célod ezzel az írással? Hát figyú, nagyon egyszerű volt a célom. Az, hogy azokhoz az emberekhez, akiket meg lehet szólítani a mai világban, mert nyitott a tudatuk, eljuttassak egy felhívást, hogy fogjunk tényleg össze, és nyomjuk össze az erőinket egy helyre, és koncentráltan dolgozzunk, de ne azon a módon, ahogy elforgácsolódik. Tehát úgy nem lehet célt elérni ma, hogy fegyverrel neki megyünk bárkinek. Vagy bármilyen épületet felrobbantunk, vagy bárkit lelövünk. Gyakorlatilag azt szoktam mondani bizonyos körökben, amikor ilyesmiről beszélek, hogy nincs kit lelőni. Tehát nincs az a célszemély, akit lelőve ez az egész eltűnne, ez az egész, úgy, na miről beszélünk? Tehát egy igazságtalan, elnyomó, rettenetes, életellenes rendszerről, amiben nem csak mi élünk, hanem az emberek nagy része a Földön, és hogy itt az idő, hogy elkezdjünk tenni ez ellen valamit, illetve a saját magunk érdekében, boldogságunk érdekében tegyünk valamit, és ott kell ezt tenni, ahol lehet. És hol? Az a tudat. A tudatban kell tevékenykedni, mert a tudat az elsődleges. Minden a tudatnak a függvényében jelenik meg, mint külső. Na, mindegy, hosszan tudnám magyarázni, de ez volt a célom. Mielőtt elkezdett a kamera forogni, azelőtt éppen arról beszéltünk, hogy ez a világjelenség, ez a tudatváltás szinte feltartozhatatlan. Ezt te hogy látod egészen pontosan? Tehát én már mikor is 1999-től kezdve várom a fényszekeret. Már akkor éreztem, hogy indulni fog valami. Tehát ami úgymond a rendszerváltásban testesült meg, az egy tudati folyamat volt, ami igazából most már a rendszerváltással kapcsolatos csalódások miatt most már igazi formáját fölveszi. Tehát tényleg rádöbbennek az emberek arra, hogy kívülről, fölülről nem lehet várni semmit. Tehát senkinek a biztonságát nem fogja megteremteni az épp aktuális kormány. Tehát ezt nem, egyszerűen nem. Nézzük meg, hogy megteremtette-e idáig bármelyik aktuális kormány, és nem teremtette meg, és függetlenül, hogy mit mondtak, nem teremtette meg. Sőt, most már konkrét riadalom van az emberekben. Tehát egyszerűen félnek attól, hogy holnapra felkopik az álluk, mert bármelyik pillanatban bármit meg lehet velük csinálni. Mindenkivel. Na most ez Magyarországon kulminál, de nyilván máshol is érzik, mert hiszen például én végignéztem a David Icke-nak egy nagyon hosszú előadását. És hát rendkívül érdekes dolgokat mond, tehát én bizonyos bizarr részletekkel nem foglalkozom. De a lényeg, ő ugyanazt mondja. Most ő oké, hogy bizarr részletek, nem baj, én is tudok bizarr részleteket mondani, és most akkor mi van? Semmi baj nincs azzal. Csak nem ott van a hangsúly, hanem hol van a hangsúly? Ott, hogy a külvilág nem adja meg a támaszt az embernek. Nem adja meg. És ezért belül viszont mindenki ugyanarra vágyik. Szeretetre, bölcsességre, gyógyító erőre, gyógyulásra, boldogságra vágyik. Minden darab ember. És ez csak a tudatban valósítható meg. Tehát a tudatban kell elkezdeni. Az nem jelenti ezt, hogy kívül majd nem lesznek ennek meg a nyoma, de másképp fog történni. Tehát nem úgy, hogy forradalmilag nekirohanunk a szuronyokkal a rosszaknak. Na, és így. És milyen csapda lehetőségeket látsz ebben a világjelenségben, ami most történik? Már az ébredésben? Igen. Hogy mi lehet a csapda? Milyen csapda? Ha egyáltalán te látsz benne lehetőség. Hát én nem látok pont konkrétan csapdát, hanem én már látnám szívesebben, legszívesebben látnám a formát. Tehát, hogy hogyan lehet úgy tudatilag összefogni,
hogy az tényleg egy valóságos összefogás legyen, de mégis a tudatban történjen. Tehát ez, jó, részt veszek egy csomó ilyen meditációs flashmobon, ha van. És én hiszek abban, hogy együtt meditálunk, az erős. És én minden hétfőn a Tündér Tantra körben vezetek egy énekes meditációt, 3 órán keresztül éneklünk ilyen spirituális dalokat, és az kifejezetten ezt szolgálja, tehát hogy a tudatban benne legyenek ezek az emelkedett erők, a valódi teremtő erő. Mert a tudat a teremtő erő, ezt kell észrevenni, hogy minden teremtés a tudatban kezdődik, és úgy válik valóra. Tehát ezért a tudatban, na, a lényeg az, hogy én csinálom, na de miért nincsenek százezres tömegek? Valami miatt sehol nincsenek százezres tömegek. Olyanok vagyunk, egy magyar hagyományőrző ismerősöm mondta ezt a nagyon jó hasonlatot egy pár éve, és ez még mindig áll, hogy mi hagyományőrzők és pozitív irányba gondolkodó emberek, akiket most ugyanúgy, tehát egy kalap alá veszem a jó embereket, akik a többi embernek is jót akarnak, ezeket nevezem most jó embereknek. És ezt mondta, hogy mi ezek olyanok vagyunk, mint hajnalban a mező, ahol ezüstös a mező, mert minden fűszálon egy vagy két csöpp is lóg, ilyen kis ezüstös vízcsöppek. És marha sok víz van a mezőn, tehát látványosan, mint hogyha egy patak ott lenne, de ugye minden ilyen kis pici kis pöttyökként szét van oszolva a füvekre. És nem folyik össze még ez egy patakmederbe. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi és hogy alakítja majd azt, hogy ez az egész dolog összefolyjon egy patakmederbe, és mindenki úgy érezze, hogy hát itt folyunk, ez a mi közös ügyünk. És szerinted a civil közösségeknek az erősödésének az akadályai mik lehetnek? Szóval azt gondolom, hogy itt valami nagyon-nagyon lényeges tudati változásról van szó. Itt kifejezetten magyar emberekről beszélek, akik mi vagyunk. És most nem a fajunkat nézve magyar, mert én a magyart azt nem a fajjal azonosítom, hanem tudattal. Tehát magyar tudatú ember, aki úgy tudja, hogy ő magyar, és ez jelent valamit neki. Tehát a hazaszerető, jószándékú, mindegy milyen származású, jószándékú, pozitív magyar emberről beszélek. Az a legnagyobb hibánk nekünk magyaroknak, hogy nem bírjuk elviselni, hogyha más egy fejjel magasabb. Abban a pillanatban, hogy valaki egy kicsit fejjel magasabb, annak már le kell vágni a fejét. Tehát van egy nagyon jó vicc, hogy a hadifoglyokat őrzik különböző izékbe, gödrökbe, és ott állnak mindenhol puskával, és egyedül a magyar gödör mellett nincs ott senki puskával. És kérdezik, hogy miért nem, azt miért nem őrzitek? Nem, mert aki ki akar mászni, ezt visszarángatják. Érted? Tehát ez a szar, hogy itt valaki fel kéne, hogy ébressze ezt a nemzetet abban a vonatkozásban, hogy lehet ennek egy hierarchiát adni, szellemi hierarchiát. Tehát nem despota módon ráülni és rákényszeríteni, hanem hogy úgy valahogy kitermelődjön valaki, akikre fölnéznek. Tehát legyen olyan ideál valaki, akire föl lehet nézni. Érted? Tehát tessék most megnézni a politikai vezetés arcai közül. Melyik az az ideál, akire föl lehet nézni? Na, te csak döntsük el. Nem tudjuk. És nézzük meg, hogy van-e a kultúrában olyan ember, vagy bárhol ma Magyarországon, akire föl lehet nézni. És állítom, hogy van. Csak az olyan messze van a politikától. Tehát az az ember, akire föl lehet nézni, az nem megy bele a politikába. De én ismerek ilyet néhányat ma Magyarország, akikre én fölnézek. Tehát az nem politizál. Na most ez kéne, hogy valahogy kivenni a politika kezéből ezt a hatalmat, olyan értem, hogy az emberek tudatát így befolyásolhassa. Magyarul. Az embereknek ki kéne vonni a fejüket az alól hatás alól, hogy a politika megosztja őket. Tehát föl kéne ismerni, hogy akit ő gyűlöl, az, aki a jobb oldali, vagy aki a bal oldalról a bal oldali, vagy mindegy, tehát egymást gyűlölik, hogy azon nincs mit gyűlölni. Mert nem a másik okozza a problémát. Tehát az, ami az én egzisztenciális bajom, az nem, se nem a bal oldal, se nem a jobb oldal okozza. És nem egy másik ember. És akkor ehhez képest mindenki fölismeri, hogy ő neki magának van a kezében a sorsa. Az ő tudata az, amelyik az egész életét létrehozza, az ő saját egzisztenciáját, abban a pillanatban már
összefoghat másokkal, akik ezt hasonlóan látják, és onnantól lehet majd valakire fölnézni. Érted? Ez benne a fantasztikus, mert hogyha lenne egy ilyen figura, akire föl lehet nézni, és az egyszer kiállna, és azt mondaná, hogy gyerekek, holnap délelőtt 11-kor mindnyájan gyertek el a nem tudom hova, és üljünk le, és meglátjuk hányan leszünk, és együtt fogunk meditálni egy órát, és egy célért. Tehát például az, hogy ne lehessen ilyen szinten bizonytalanságba tartani ekkora tömegembert. Tehát a bizonyosság erejét. Csak azért leülni meditálni, hogy a maga bizonyosság ereje meglegyen. Hogy higgyünk abba, hogy ez az élet jó. Most képzeld el, hogyha erre oda jönne 200 000 ember, az nagyon sok. És nem politikai tüntetés, nem lenne gyűlölködés, nem lenne itt agyonverni, és ők se vernék egymást. És azt hiszem, állítom, biztos vagyok benne, hogyha egy ilyen létrejönne, akkor ott változna az ország. Mert akkor lenne még egy, és ott már 400 000 vannak. De érted? Nem üvöltöznek, mindenki csendben van. Becsukja a szemét, és tudja, hogy most együtt gondol ugyanarra a dologra. És az valahogy majd valóra válik. Az már nem a mi dolgunk, hogy oda menjünk és betörjük a mit tudom minek az ajtaját. Nem kell betörni semminek az ajtaját. Értem. De akkor miért van az a helyzet szerinted, hogy ugye beszéltünk a felvétel előtt számokról, hogy látjuk, hogy az interneten keresztül stb. Az emberek követik, és tényleg nagyon nagy számokról van szó, akik megnézik és hatással vagy te is rájuk a gondolataikra, hogy miért nem teszik meg azt a bizonyos lépést, amiről eddig beszéltél? Miért nincsenek kint? De mert ki hívja össze őket? Nem hívta őket össze senki. Kell őket összejönni? Kell egy ilyen vezető egyáltalán? Vagy? Hát figyelj, hát mi? Mert a test is attól van, hogy van a fej. Uh-huh. Hát ki mozgatja a dolgokat? Hát az emberi test az egy hierarchikus képződmény. Ami azt jelenti, hogy az egész világ minden hierarchikus. Minden úgy, hát a végső soron a tudatból fakad minden, és az egy hierarchia. Tehát a hierarchia az mindenképpen van. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy a hierarchiában magasabban lévő dolog az elnyomja a kisebbet, az alacsonyabbat. Hát miért a szív elnyomja a májat? Hát hogy nyomná már el? Hát összedolgoznak. Tehát így kell elfogadni. És te ismersz olyan új szellemi impulzusokat itt Európában, amik köré esetleg lehetne szerződni, gondolok itt, mit tudom, vannak a rózsakeresztesek, vannak a antropozófusok, vagy stb. Tehát találtál ilyen emberekkel? Hát most figyú, én nagyon sokakat ismerek, különböző, mivel nagyon erősen vonzódom a vallás filozófiákhoz. Ezért én minden irányba érdeklődtem, és vannak is kapcsolataim, meg barátok, hogy igazából én azt gondolom, hogy az, amit Dalai Láma őszentsége mondott itt a boldogság művészetéről egy könyvben, az nekem a legszimpatikusabb, hogy ő először is leszögezte ebben a könyvben, hogy ő nem mint buddhista főpap írja, hanem mint ember. És nagyon hamar azt is megjegyezte utána később, hogy nem szükséges vallás ahhoz, hogy normálisak legyenek az emberek. Uh-huh. Tehát most is azt mondta ebben a könyvben, hogy az emberiség kétharmada nem vallásos. Nem tartja magát valamilyen valláshoz tartozónak. Kétharmad? Hát akkor miért vagánykodnak a vallások, hogy majd ők megmondják? Hát ez nem. Hanem igenis van valláson túli, meg vallástalanságon túli egyetemes emberi érték. És erről beszél Dalai Láma őszentség, hogy például a jó akarat, hogy a másiknak jót akarok. Az egyetemes emberi dolog, az nem kell vallás, az egyszerű ösztönös. Tehát az a lélekből fakad, a tudatból fakad, hogy például, hogyha valaki megsérül, akkor azon megpróbálok segíteni. Vagy valaki éppen ázik, vagy fázik, vagy ilyesmi, ezt megpróbálom megóvni. Vagy ha éhes, adok neki. Tehát ezek a dolgok nem függenek vallástól. Viszont, hogyha egyesülve szeretnénk tenni kicsit a dolgokat, abban az értelemben, hogy oké, most elmehetünk meditálni, és tök az dolog lesz, hogyha a Neisten 200 000 Budapesten kiülnek valahol, és közösen valamit tennének így, de akkor te látsz, vagy látsz lehetőségeket, változást, olyan változásokra, mint például a gazdaságban,
a jó életben, nem csak a szellemi életről beszél. Látsz-e példákat? Hát és olyan embereket, akik ezeket már tolják. Hát, én nem látom át az egészet. Én csak egy más szempontból, tehát magát a konstrukciót átlátom, de az egészben az apró részleteket nem látom, de nem is érdekel. Tehát én azt gondolom, hogy az én személyes dolgom inkább egy ilyen összefogó valami. A fejemben összejön. Tehát olyan emberekkel tartok én kapcsolatot, akik egymással nem. Tehát például vallásban is, hogy van olyan katolikus ember, akivel kapcsolatot tartok, és van olyan buddhista ember, aki kapcsolatot tart velem, és ez a katolikus meg a buddhista nem tart kapcsolatot. Érted? Ez a példa. Na most ugyanilyen másfelé is van, tehát én inkább a generális megoldásra koncentrálok. Például arra, hogy én magam minden nap elvégzem a meditációt. Tehát nincs olyan nap, hogy ne végezném el azt a meditációt, ami adott esetben Magyarországért is szól. Hát egyéb minden más. De oda kulminál, hogy Magyarországot gyógyítom én gondolatban. Tehát eljut odáig a dolog, hogy az a gyógyító erő, amit a gyógyító Buddha szertartással fölkeltek, az egész országra hasonl. Tehát én abban nagyon hiszek, hogyha ezt sokan csinálnánk, akkor nem tudjuk milyen formában, de meggyógyulna az ország. Tehát meggyógyul. Előbb-utóbb másmilyen lesz minden. És elmondom a példát. Nem teljesen az én sztorim, de nagyon érdekes. Tehát van egy barátom, aki gyakorol rendesen meditációt. És bement egy hivatalba, és ott az orra előtt egy rendkívül mogorva nő leteremtett egy másik valakit. Tehát tudod, hogy szokták a hivatalokba. Abba a pillanatban, hogy van egy ekkora hatalma valakinek, abba a pillanatban azzal már visszaél. De érted, ez egyéni kérdés. Az ő tudatáról van szó. És oda ment ez a barátom ehhez az illető hölgyhöz másodiknak, tehát elintéztetni az ügyét, és előtte 5 perccel már azon trenírozott, hogy ő a legpozitívabb energiát sugároz a nő felé. Mert tudja, hogy a világ tükör. És egy erős mantrát mondott, egy ilyen szeretettel telített bölcsesség mantrát magában. És amikor oda került ehhez a nőhöz, abban a pillanatban minden a legjobban ment. Tehát egy valaki, egy ilyen úgynevezett rossz ember, az nem egy véglegesen rossz valaki. Tehát most akiket gyűlölnek, és ugye okolnak a felől, hogy, vagy amiatt, hogy mit csináltak, azok is csak ugyanúgy szerencsétlen hülyék, mint mi. Tehát ők csak még nagyobb bajt csináltak maguknak. Tehát olyan hatalmi helyzetbe kerültek, ahol ki kell szúrniuk egy csomó mással. Ez nagyon rossz. Rossz a léleknek. Nem jó karma. Nem jó karma. És ha ez fölébred, ez az ember, egyik pillanatra a másikra, és elkezd jót csinálni a saját helyén, én azt gondolom, hogy nem kinyírni kell a rosszakat, hanem ők maguk meg fognak változni. Pont a tudati forradalom hatására. Pont azért, mert elterjed, érted, egyszer csak mindenki kinyitja a szemét, és akkor egyszer csak... Na. Tök jó. És a zenére rátérve, ugye az írásodban említetted ugye a komputereket, okostelefonokat, stb. És ugye vannak olyan elektronikus hangszerek is, amik ugye ugyancsak rezgéseket közvetítenek, mint ugye a hagyományos, esetleg régebbi hangszerek. Ennek kapcsán milyen gondolataid vannak? Én azt gondolom, hogy nem kell a technikát sátánosítani. Mert nem gondolom, hogy az emberi fejlődés meg úgy megállt kellett volna parancsolni a lovaskocsinál. Én azt gondolom, hogy mindennek megvan a helye, meg a módja, mindent lehet jól csinálni, és mindent lehet nagyon rosszul, és az, hogy például van egy hangszer, amin meg tudok szólaltatni sokféle más hangszer, tehát például egy szintetizátor, az annak még önmagában nem látom kifejezetten a kárát. Tehát az jó, én is úgy nőttem föl, én úgy érzem, hogy nem vagyok egy rossz életű valaki, és azért elég sok szintetizátor zenét hallgattam, tehát nem gondolom, hogy az nagyon ártott volna. Az biztos, hogy az okos telefonnak a használata, hát az egy nehéz dolog. Tehát, hogy az ember elkezdi
egy ilyen virtuális közegben az energiáit kiélni, és már az emberi kapcsolatait ezen keresztül csinálja, és leszokik úgymond a beszélgetésről, az nem jó. Az nem jó. Tehát a tévé az nem önmagában rossz, hanem ahogy az használva van. A tévé az jó tud lenni, nem? Tehát én nem viszolygok úgymond a tévétől, és hogyha megyek olyan helyre, ahol van tévé, akkor adott esetben akár megnézem, hogy mi van benne, de mondjuk nekem például nincs otthon tévém. És milyen jó, hogy mi viszont a feleségemmel beszélgetünk. Tehát nem az van, hogy bekapcsoljuk a tévét, hanem lerakjuk a gyereket, és utána még azért beszélgetünk a dolgokról, ember, de napközben is beszélgetünk, tehát nem kell nekem, hogy állandóan menjen valami a fülembe, hiszen ott élek egy emberrel, akivel beszélgetek, meg a gyerekkel is. Nem lenne jó, hogyha a gyerek végig ott bambulna egy tévéképernyő előtt, de azért a kisvakondot, azt a számítógépnek a képernyőjén levetítjük neki, a kisvakondot és az autót. És akkor megvan mondva, hogy most megnézi ezt a részt, meg azt a részt, és kész. Tehát nem zombi, nem ez. Tehát mindent lehet jól csinálni, szerintem. Az egész civilizáció tudna jól menni. Már megvan az összes módszer, hogy hogy kéne jól csinálni. Csak a gazdasági Cézár az elnyomja. Tehát az a helyzet, hogy már megvan a vízhajtású autó, már megvan, hogy hogy kell levegőt pucolni, már megvan, hogy hogy kell anyagokat egymásba alakítani. Már minden meg lehetne oldani. A hulladék kérdés meg lehetne oldani. Az élelmiszer kérdés meg lehetne oldani. Miért nem oldják meg? Mert nem akarják. Mert aki az egészet irányítja föntről a pénz révén, az nem akarja ezt. Ő azt akarja, hogy dögöljön meg mindenki, de mielőtt még megdöglik, még fizessen mindent. Tehát ez egy szándék. Ez nagyon pontosan tapintható szándék az egész dolognak a feje részéről. A gazdasági ügyek feje. Nem tudom, hogy ki az. Azért mondom, nincs kit lelőni. Mert lehet, hogy több feje van. Nem tudjuk. De az, aki ott van és ezt csinálja, az látszik, hogy ez a szándéka. Na most ehhez képest az ellenkező szándék is már megvan. Tehát csak a szándékot kéne kicserélni, és abban a pillanatban az a föld, ez egy virágzó, gyönyörű élet lenne, ahol tudunk ugyanígy menni az utcán, csak persze nem 800-zal tegyük föl, hanem egy picit mértékletesebben, ugyanígy lehetne növényeket termeszteni és elfogyasztani a növényeket, mint érted? Szóval, és mindenhova jutna élelmiszer, mindenhol lenne energia. Miért? Mert van energia. Tehát nem igaz. Ez egy mesterségesen fenntartott hiány állapot, amit a pénz hatalmával érnek el. Tehát ezért az a helyzet, hogy minden itt van, hogyha tudatban megváltozna, a hierarchia, hirtelen bevilágosodna a hierarchia, és az, aki ideig azt gondolta, hogy dögöljönek meg, most azt gondolná, hogy éljenek, akkor minden megvan lenne ahhoz, hogy mindenki éljen normálisan. És tulajdonképpen kinek tart tükröt Besenyő Pistovács? Besenyő Pistovács. Hát a Besenyő Pistovács ez egy játék. Az, hogy ez ebben magára ismer egy csomó ember, meg főleg a másikra. Az az érdekes. Hát jó, hát a Besenyő, nézzük meg milyen karakter. Hát ő egy abszolút autokrata, tehát mindenkinél okosabb és mindenkinél jobban igaza van típus. Tehát egy tipikus, nagypofájú, és ráadásul annyira buta, hogy nem is érti, amiről beszél. Tehát a Besenyőnek az a varázslata, hogy hihetetlen okosnak hiszi magát, és nagyon buta. Nyilvánosan. És közben erőszakos. És nincs egy jó mondata se. Tehát például meg lehet nézni, hogy a Margittal hogy beszél, aki ugye a felesége, de nem tudom, miért vett el. Tehát a mai napig röhögünk azon a társulaton belül, hogy ez hogy történhetett. Hogy történt, hogy a Besenyő elvette a Margitot? És miért ezt a szakállas nőt? Tehát gyakorlatilag ezt a csúnya rózsaszínhajú férfit. Na mindegy, szóval hát gyakorlatilag annyi, nem? Hát ez a legnagyobb démonjaink egyike. A nagy démonjaink ülnek a nyakunkon, és az egyik legnagyobb démon, hogy fölülről egy nálunk sokkal okosabb ember folyamatosan parancsolgat nekünk, pontosabban egy önmagát sokkal okosabbnak tartó ember, aki valójában nálunk egy kicsit butább. Szóval ezt karikírozza ki szerintem a Besenyő, és ezért röhög mindenki nagyokat, mert ráismernek. És ugye említetted a meditációt.
Az interneten különböző videókból, különböző álláspontokat lehet látni, hogy hogyan meditáljunk, sőt, vannak egyesek, tudósok is, akik a tudatmódosító szerekről is beszélnek. Ezeknek kapcsán neked mi a véleményed? Lehet-e keverni a kettőt? Szabad-e, nem szabad-e? A mai fiatalságról ugye tudjuk, hogy milyen mozgások vannak. Hogy látod ezeket a dolgokat? Most a tudatmódosító szerekről például, igen. Hát, itt megint az a helyzet, hogy mire megy ki a játék. Pont olyan, mint az elektronika. Hogy mindent lehet jól használni, és mindent lehet nagyon rosszul is használni. És egy olyan ember, aki a tudatát nem tudja uralni, amúgy se a hétköznapi életben, és egy tudatmódosító szerre rátapad, az nem fog nyerni a tudatmódosító szeren semmit. Tehát az, hogy folyamatosan kóvályog, és nem tudja, hogy mi van vele, és csak vihorászik, vagy mit tudom én, miket használnak manapság. Én úgy tudom, hogy már vannak ilyen úgynevezett design drogok, vagy ilyesmi is van, ami őszintén szóval nem tudom már mit jelent, de nyilván valami új. Szóval én nem tudom, hogy ezeknek mi a hatásuk. Tehát ezek, amit így lehet használni. Viszont a saját tapasztalatom alapján azt mondom, hogy bizonyos szereket lehet nagyon jól is használni, és nagyon pozitív. Tehát én nem vagyok egyáltalán például a fű ellen, semennyire. Az más kérdés, hogy nagyon óva inteném a fiaimat, hogy rászokjanak, de hogy szabadon használhatná azt valaki, tehát szerintem az semmivel se rosszabb, mint az alkohol. Sőt, tehát én azt gondolom, hogy hatásában sokkal normálisabb, emberibb és emelkedettebb és pozitívabb tud lenni a fű, mint az alkohol, ami tényleg ugye, egy idő után konkrétan megbutítja az embert. A fű az nem butítja meg.